Ide a Mátészalkai városi uszodába várják a rekordkísérletben résztvevőket augusztus 23-án és 24-én. A település egyik kiemelt kulturális eseménye a Fényes Napok, amelyet idén augusztus 23-a és 26-a között szerveznek. Ennek egyik programja a rekordkísérlet. Ennek az apropóját igazából az adta, hogy Mátészalkán 2017-ben most már szervezett keretek között versenyúszásra is lehetőség lesz, hiszen a Mátészalkai MTK 8. szakosztályként fölvette a vízisportok szakosztályát. Jelképesen és reméljük jövőbe tekintően pozitív módon a Szalkai Aranycápák elnevezést kapta ez az úszószakosztály, és az úszószakosztály vezetői úgy gondolták, hogy a Fényes Napokhoz ők is hozzá tudjanak kapcsolódni. A településre a megyebeli úszó szakosztályok gyermeksportolóit is meghívták, de a rendezvényre profi és amatőr úszókat is várnak. A helyi szakosztály a Magyarországi Rekordok Szövetségével is felvette a kapcsolatot, és két rekordot is szeretnének megdönteni. Ezek sikeressége esetén a szövetség elnöke maga hitelesíti majd a helyszínen az új országos eredményeket. Ez a két rekord pedig nem más lesz, mint a 24 órán belül leúszott táv hosszának a rekordja. Jelenleg ez 1488 kilométer, tehát ezt kell, hogy megdöntsük. A másik rekord pedig nem időhöz kötött, hanem ez is távhoz kötött rekordot jelenti. Magyarországi csoportos maratoni úszás váltó rekordja lenne. Itt jelenleg egy 24,5 óra körüli idő van, ehhez természetesen a megtett kilométer, ezt kell nekünk egy 25 óra körüli időre majd feltornászni. Nagyon remélem azt, hogy az úszószakosztály lelkesedését látva, hogy itt Mátészalkán a mindennapos testnevelés kapcsán már ugye évek óta folyik a szervezett úszásoktatás. Mátészalka meghívását elfogadta Bernek Péter Európa és világbajnok, valamint Verasztó Dávid Európa bajnok úszó is, akik nem csak vendégként érkeznek a szatmári településre, hanem a gyakorlatban is népszerűsítik majd a vízisportokat.